hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Ezekkel a szavakkal tette le polgármesteri esküjét Berlinger Attila, Szekszárd újonnan megválasztott városvezetője a közgyűlés legutóbbi ülésén. Köszönöm még egyszer annak a sok-sok választónak és annak a szekszárdi lakosnak a bizalmát, melynek alapján a következő 5 évben én vezethetem a város képviselőtestületével együtt Szekszárd ügyeit, és ahogy a kampányban is ígértünk, Szikrányit sem változik, az az elképzelés most sem, meg minden bizony a jövőben sem, hogy valamennyi szekszárdi polgár javára kívánjuk jobbítani városunkat. A városvezető megválasztásáig a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója volt, erről azonban a új szerepköre miatt le kellett mondania. A közgyűlésen az őt helyettesítő személyről is döntöttek. A közgyűlés Gonda Mária igazgatóját és asszonyt bízta meg a következő időszakban, hogy egy új pályázat lebonyolításáig ő vezesse a művelődési intézményt, kulturális intézményt. Ezúton is tolmácsolom az egész képviselőtestület gratulációját ehhez a feladathoz, hiszen egy tökéletesen alkalmas személyt sikerült találnunk. A napirendi pontok tárgyalása során aztán vita alakult ki a képviselők között, mégpedig az épülő szekszárdi úszoda kapcsán. Az éjjel Szekszárd tagjai szerint az erre vonatkozó kiküldött anyag tartalma nem volt teljesen egyértelmű, ezért módosításokat javasoltak. Igazából az úszoda kapcsán talán heves volt a vita, de ez egy képviselőtestületben megszokott dolog. Egy olyan technikai együttműködési megállapodás kapcsán volt egy kis nézeteltérés a frakciók között, amely mindösszesen arról szól, hogy a már nem városi beruházásként folytatódó úszoda beruházásnál a építtető minisztérium egy olyan együttműködési megállapodást kíván kötni az önkormányzattal, amelyben az önkormányzat vállalja, hogy segíti a még nála lévő dokumentumok, információk átadásával részben a kiírást végző minisztérium, illetve a minisztérium által kiválasztott új kivitelezőnek a munkáját. Tehát semmi másról nincs itt szó, mint hogy a város jó gazda gondosságával adja át azokat az információkat, melyek az elmúlt években a birtokába jutottak, és onnantól kezdve pedig a minisztérium és az általa kinevezett, illetve közbeszerzés útján megbízott gazdasági társaság, az a cég végezheti a munkáját, és az a szerződés alapján, melyet megint csak hangsúlyozom, a minisztérium és a kivitelező cég kötött köttetett, minden reményünk meg lehet arra, hogy jövő ősszel a szerződés alapján meghatározott határidőre végre a szekszárdiak birtokba vehetik az úszodát. A közgyűlésen részt vett korábbi két szekszárdi városvezető, Kocsis Imre Antal és Horváth István is, aki gratulált a június 9-én mandátumot nyert képviselőknek. Én a magam részéről, mint a térség országgyűlési képviselője, szeretném felajánlani továbbiakban is a munkámat a Szekszárd városáira az itt élő emberekért. Mindenben maximálisan együtt szeretnék működni, és az az érdekem, hogy egy sikeres polgármester és egy sikeres testület legyen, és ami legfontosabb, egy sikeres város is legyen. A közgyűlés még a régi testülettel zajlott, az újonnan megválasztott képviselők októbertől kezdik meg a munkát. Berlinger Attila ez esetben kivételnek számít, hiszen Szekszárdnak ez idáig nem volt polgármestere, így ő már most elkezdhette a munkát.